Üdvözöllek, itt Ujjai Szabolcs Zoárd. Ebben a mostani videóban az izomsorvadás esetén alkalmazható 14 legfontosabb mikrotápanyagról lesz szó. Az izomsorvadás során az izmok meggyengülnek, az izomsorvadás a disztrofin gének működésének zavar esetén alakul ki. Minden izomsorvadás fajta genetikai mutáció következménye, számos mutáció örökletes, de néhány kialakulhat spontán módon is a petesejtben vagy a magzatban. Az izomsorvadás veszélyezteti a beteg életét, mivel ugye légzési, nyelési nehézségeket is okozhat, és jelenleg az orvostudomány nem nagyon tudja gyógyítani. Az első két készítmény, amit fontos fogyasztani, az a Q10 koenzim és a resveratrol. Egy 12 izomsorvadásos gyermek részvételével lefolytatott kutatásban nagy dózisú Q10-et és resveratrolt adtak a betegeknek. Az izom erősségében átlagosan 8,5%-os növekedést tapasztaltak az orvosok. A Q10 az izmaink számára az egyik legfontosabb mikrotápanyag, napi 100 mg-ot lehet belőle szedni, és célszerű a jobb minőségűeket választani. A resveratrolnak az izomvestéssel szemben van szerepe, mivel csökkenti az oxidatív sérüléseket is az izmokban. A resveratrolból szedhetünk készítményeket is, illetve a legjobb forrása a természetben a szőlőhéj és a szőlőmag őrlemény, amit porformában lehet naponta többször akár bevinni egy pohár vízzel elkeverve. A harmadik és a negyedik az E-vitamin és a szelénnek az együttes bevitele. Több kutatásban is kimutatták, hogy a két vegyület együttes fogyasztásának hatására felerősödhetnek az izmok a beteg szervezetben. Ennek a két vegyületnek az együttes fogyasztása hasonló, mint a Q10-nek a resveratrollal. Az ötödik a kreatin, amit ugye a testépítők és a sportolók is használnak az izomépítéshez. Izomsorvadásos betegeknek ugyanígy lehet adni a kreatint. A kreatin az izomsejtekben elősegíti a fehérje szintézist és csökkenti a fehérjék lebomlását. A hatodik az omega-3 zsírsavak, melyek sejtjeink fontos építőkövei. Az omega-3 legjobb forrásai a halételek, de nagyobb dózisban étrendkiegészítőkkel célszerű pótolni őket, ilyen a krillolaj, a halolaj és a csukamájolaj. A hetedik a taurin. A taurin főként a csontjainkban van jelen, és elengedhetetlen a sejtek növekedéséhez és működéséhez is. A taurin hiányában megfigyelhető a rendellenes izomfejlődés, és csökken az ember mozgásképessége. Ha pedig pótoljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy javul az izmok teljesítménye, például ugye sportolóknál is. A nyolcadik a glutamin. A glutamin megnöveli a védelmet az izmokban az oxidatív stresszel szemben, illetve csökkenti az izomfáradtságot is. A kilencedik a melatonin. A melatonint elsősorban az alváshoz ugye használja a testünk, de hatására a glutation nevű erős antioxidáns szintje is megnő a testünkben, ami sokat segít az izomsejtek védelmére, illetve csökkenti a gyulladásos markerek mennyiségét is. Az izomsorvadásos betegeknél a vörösvérsejtek oxidatív stressz szintje magas szokott lenni. A melatonin ennek a csökkenését is támogatja. A tizedik az L-karnitin. Ez az anyag az izomsejtekben tárolódik is el főként, és kimutatható, hogy az alacsony szintje kimutatható izomsorvadásos betegeknél. Ez az anyag fontos a zsírok anyagcseréjénél, és képes visszaállítani az izomsejtek sejtfalainál a nedvességet, ami lényeges az izomsejtek egészsége szempontjából. A 11. a zöldtea, illetve annak egyik fő hatóanyag az L-teanin. A teában lévő polifenol vegyületek megemelik ugye az antioxidáns védelmet a testben, csökkentik az izomkárosodások szintjét. A zöld teában lévő vegyületek növelik az izomerőt, illetve kimerültséggel szembeni ellenállást is, akár már rövid időn belül. A 12. és a 13. a D-vitamin és a kálcium. Ez a két vegyület elengedhetetlen az izmok és a csontok növekedéséhez és működéséhez. A legjobb D-vitamin forrás a napsütés, illetve ha étrendkiegészítőt szedünk, akkor fontos mellé K2 vitamint is bevinni. A 14. és egyben utolsó az N-acetil-cisztein. Erről a vegyületről is kimutatták, hogy csökkenti az izomkárosodást, illetve az izomdegenerációt, növeli az izomerőt, illetve az izomgyulladásokat is tudja csökkenteni. Mindegyik
készítményből a napi elfogyasztott mennyiséget és a bevitel időpontját célszerű hozzáértő szakemberrel beállítani. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam segíteni ezzel. Ha van véleményed, a tapasztalatod, kérdésed az izomsorvadással kapcsolatban, írd meg a hozzászólásokba, a személyes kérdésedet pedig küldd el nekem e-mailben. Hogy biztosan értesülj a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Itt Újhelyi Szabolcs Zoárd, ebben a videóban az izomsorvadásról volt szó. Köszönöm a figyelmet, az egészség legyen veled!